Egy karcagi lakos megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2022. június 1-én az éjszakai órákban a város külterületén található egyik üzemanyagtöltő állomáson előzetes szóváltást követően boxerrel arcon ütötte ismerősét, aki a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. A 22 éves agresszor 2023. január 7-én 15 óra körül a város belterületén egy másik férfit is megütött a boxerrel. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. A feltételezett elkövető elrejtőzött a rendőrök elől, ezért elfogató parancsot bocsájtottak ki ellene. Ugyancsak megalapozott a gyanú arra, hogy 2023. február 8-án az éjeli órákban a gyanúsított egyik ismerősével megjelent volt barátnője Bucsai lakásánál, majd a nőt erőszakkal a hajánál fogva betuszkolta egy személyautóba és karcagra vitte. A férfi a rémült fiatalt a lakásába zárta, onnan nem engedte ki, mert szexuális kapcsolatot akart vele létesíteni. Ezt a sértet megtagadta, ezért boxerrel bántalmazta, késsel és macsétával fenyegette a lányt. A férfi cselekménye végrehajtásában a házban tartózkodó ismerőse akadályozta meg, akivel tulakodni kezdett. Ez használta ki a sértet és elmenekült a helyszéről. A karcagi rendőrök az agresszív férfit egy ágynemű tartóban elbújva találták meg. A gyanúsítottat két rendbeli felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntett, testi sértésvédség, személyi szabadság megsértése büntett, és súlyos testi büntet kísérlet elkövetése miatt hallgatták ki a nyomozók. A nyomozó hatóság a terhelt őrizetbevételéről határozott, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására, melyet a bíróság elrendelt.